Ez a kiállítás sokunknak, nekem is, ez egy több éves munka eredménye. Hát arról nem is beszélve, hogy Érmezei Zoltánnak jóval több ideje ment rá erre az életműre, mert ő már 1991-ben meghalt, és itt mindjárt elkezdem az évszámokkal való rabulisztikát, mágiát, ki mit akar. 55-ben született, és 91-ben halt meg, és az a benyomásom, hogy ugye a halála óta eltelt 21 néhány év alatt nagyon furcsa fejlődést futott be ez az egész ország és a művészet, mert nekem az az érzésem, hogy minthogyha még most se tudná senki, hogy ki volt Érmezei Zoltán. Én nekem meggyőződésem, hogy a 20. század második felének az egyik legnagyobb magyar művésze volt, és ez az érzés bennem állandóan fokozódik, és az a benyomásom, hogy azok, akik véletlenül becseppentek ebbe a kiállításba, vagy hát már hallottak is valamit, azok többnyire pozitív értelemben sokkolva lettek. Szóval olyan is volt, hogy egy régi ismerősöm fölhívott engem innen a kiállításról, és azt mondta, hogy annyira megrendültem, hogy ne haragudjak, de én most elkezd a telefonba zokogni. Meg is tette, és nem szórakozott, nem hülyeskedett, hanem valóban itt valami elementáris élmény érte az embereket. Volt, aki bevallja, volt, aki nem. Na most kicsit nehezen közelítek az indulás pillanatához is, mert rengeteg minden összejött. Jó is, rossz is ebben a kiállításban, hogy a végeredmény szerintem egy valóban monumentális és csodálatos kiállítás legyen. Szóval egyrészt megjelentek olyan félelmek a kiállítás rendezése során, hogy netán valakit vallásos propagandát akar kifejteni. Ezt én is megkaptam, hogy nehogy már vallásos propagandát fejtsek ki. Eszem ágában sincs vallásos propagandát kifejteni, csak egyszerűen közlöm, hogy ez a kiállítás a Jóistenről szól. És az Érmezei Zoltánnak, mint művésznek, és a művészetének a Jóistenhez való viszonyához. Ez most például egy nagyon-nagyon erős kijelentés volt, ezzel lehet tiltakozni, de én nekem ez az egyik legfontosabb mondásom a kiállítással kapcsolatban. Na most mindjárt a következő kérdés az, hogy azok, akik ebben a kiállításban részt vettünk, ha megcsináltuk ezt a kiállítást, én most nem akarok minden nevet külön felsorolni, legalább 5 vagy 6 ember, aztán utána másik 10 ember dolgozott nagyon-nagyon keményen ebben a kiállításban. Föl van sorolva a néhány név a lépcsőfordulónál, hogy kik voltak a kurátorok, alkurátorok, főkurátorok, mit tudom én, micsoda. Szóval rengeteg vita volt arról, hogy miről szóljon ez a kiállítás, és én például végig amellett kardoskodtam, hogy ez a kiállítás, induljon el azzal a kérdéssel, hogy ki volt Érmezei Zoltán. Ez a terem bizonyos értelemben még most is arról szól, életrajzilag, életszerűség szempontjából, ki volt ő, hogy nézett ki, és így tovább. És akkor különféle lépésekben végig megyünk az életműve.
az első szakaszon, a második szakaszon, a harmadik szakaszon, így valahogy furcsa módon létrejön egy ilyen spirális, vagy körjárat, vagy ilyesmi, aminek itt van a szomszédban a csúcsa és a vége, ahol ugye úgy szoktuk nevezni, hogy ezek a korpuszoknak a terme. Mindjárt az elején azt mondom, hogy aki nem akar körbe menni, az mindjárt a végére is oda mehet, hogy mindjárt tudja a végkifejletet. De ez megint csak nem egyszerűen szójáték, nem játék a gondolatokkal, mert ezt ő maga így találta ki. És ezért, hogyha itt figyelmesen megnézegetjük az évszámokat, és az ő évszámokkal, a saját életével kapcsolatos gondolatait, akkor nagyon döbbenetes dolgokra jutunk. Ugye az számos életrajzot írt. Volt olyan életrajza is, ami úgy kezdődött, hogy nevem Érmezei, pont. Vége. Nem fejezte be. De vannak több oldalasak is. Itt van az egyik legdöbbenetesebb dolog. Nevem Érmezei Zoltán, 1955. február 17-én születtem Budapesten. Ha túléljük a 90-es éveket, a jövő a miénk lehet. Legalábbis ebben reménykedem, amen. Na most ő ezt valamikor természetesen még az életében írta, tehát az az érzésem, hogy valamikor legkésőbb a 80-as években írhatta, és egyfolytában azon gondolkozik, hogy mi lesz utána, mi lesz, amikor ő meghal. Na most megengedek magamnak egy nagyon otromba viccet, de ide kívánkozik. Ugye meghalt Umberto Eco a napokban, és hogyha valaki úgy végig gondolja, hogy ki volt ez az óriás, az Umberto Eco, vagy megnézi azt a kis szöveget, amit a Barna Imi írt róla az egyik legutóbbi Magyar Narancsba, akkor a következőt találja Umberto Ecótól. Azt mondja, megírtam Aquinói Szent Tamás történetét, amiből rengeteget tanultam, mert rájöttem arra, hogy nincs Isten. Mondja Umberto Eco nagyon kedvesen és szellemesen, és tulajdonképpen nekem végig kell gondolnom az egész, ennek az óriás gondolkodónak az egész életét, aki azzal tetszeleg magával a halála előtt egy-két évvel, hogy a tudományos munkásságával rájött, hogy nincs Isten. Most ezt én egy eszméletlen szomorú dolognak tartom, és akkor még annyit hadd tegyek hozzá, hogy azt is kijelentette ő aztán, hogy ő tulajdonképpen egy dolog érdekli 81 éves korában, hogy mi lesz a halála után. Tehát én nem hiszek az Istenben, ezt mindjárt az elején tudtam, hogy nincs Isten, hülyeséggel. Nem, idegesítem magam, de az engem érdekel, mi lesz a halála után. Na most, ehhez képest az Érmezei Zoltán, aki egy egyszerű fiatal művész volt, ő mindjárt az elején tudta, hogy mi lesz. Ő készült a halálára, és az ő halálát, vannak ilyen szövegei, hogy akkor fog elkezdődni igazán az én életem, amikor befejeztem. Na most, még egy pár ilyen szellemesség, aztán mehetünk tovább. Minden szó, minden életrajzi mozzanat nagyon sokat számítana, de hadd emeljem ki ebből, ezen a kis furcsa fölnagyított vázlatból az egyik elképzelését a saját életmű kiállítására. Azt mondja, életmű kiállítás... előre visszatekintés, vagy vissza-előre tekintés. Na most itt sokan vannak közülünk, akik profik
művészetet tekintve, meg művészettörténetet tekintve, ugye mindenki ezen vacakol, hogy mi az, hogy retrospektív kiállítás, mi az, hogy életmű kiállítás. Ugye ezzel kapcsolódik az, megint ezt a profiknak mondom, hogy nincs olyan művész, akit az ne idegesítene manapság, hogy benn vagyok a kánonban, vagy nem vagyok benne a kánonban. Akkor vagyok benne a kánonban, hogyha nekem van egy könyvem, amit rólam szó, az én életművem. A legtöbben szeretik 18 éves korukban már odarakni a kanonizáltságukat. És így tovább, hát most ilyen szarkasztikus vicceket mondok, de a Zolinál ez egyáltalán nem vicc volt, ő kitalálta előre az egész életművét, és mindjárt azt mondta, hogy majd amikor kész lesz az életmű, akkor majd visszatekint, de akkor se az lesz az érdekes, hogy mi volt, hanem mi lesz. Nos, akkor elindulunk ebben az irányban, de azért kukkancsanak ide be egy pillanatra, mert ide el kell, hogy jöjjünk. És ugye nem, arról én most nem is tettem ott említést, hogy mindjárt az életrajzi bevezetéshez ott volt 30-40-50 rajza. Hát belenéztem a Alföldi Róbert ugyanitt tartott kiállítás vezetésében. Ő is mindjárt megakadta, ő mint egy hatalmas színész, ugye, megakadt azon, hogy valaki pózol saját magának a tükör előtt, és hogy megpróbálja saját magát megragadni. Na most én abban nem megyek bele, hogy a színészek egész életükben mit dolgoznak azon, hogy a saját egójukat megtalálják, amikor harmadszoros, negyedszeres, ötödszörös áttételeken szerepeket játszanak. Ez a tudás a Zolinak, annélkül, hogy profi színész lett volna, a kisujjában volt, és ezt szóval az, hogy az egész életén végig fog vonulni ez a bizonyos önarcképes gondolkodás, hogy tükörben vizsgálom magamat, de ő ezt úgy csinálja, hogy az ég adta világon semmifajta narcisszizmus, öntetszelgés nem volt benne, ő saját magát kereste, mint valami különleges lényt, valami... aki tulajdonképpen egy roppant egyszerű akárki, és mintegy teljesen véletlenül az egész életében színházban dolgozott. Tehát ezt is szeretném előlegezni a kiállítás egyik végére, hogy őneki nem tudom én hány darabhoz, legalább 15-20 darabhoz csinált, hol diszleteket, hol jelmezeket, hol együtt másokkal, mellesleg itt áll valahol Rauschenberger János, aki az ő utolsó éveiben elválaszthatatlanul együtt dolgozott vele. Ez megint egy külön kérdés, hogy kinek mi volt a része most ebben a kiállításban. És ki szeretném hozni ilyen előrejelzésként, hogy az egyik legdöbbenetesebb színházi diszletterve a Déri Tibor óriás csecsemője volt, amit ugye a magyar irodalom alig ismer, vagy a magyar színház alig ismer. Én nagyon korán találkoztam vele, mert a magyar dadaizmusnak az egyik főműve. Na most ehhez a Zoli egy olyan fantasztikus tervet csinált, akár sikerült ebből legalább egy fotót bemutatni Debreceni Csokonai Színházban, akár nem, hogy ő tulajdonképpen abba a színpadtervbe belerakta az élő embereket, a barátjait, háromdimenziósan, kétdimenziósan belerakta az árnyékokat összekeverte lyukakkal a
a falon, és itt egy olyan furcsa többdimenziós oda-vissza járkálás volt, hogy én ezt a darabot nem láttam, de mindenképpen egy fő műnek tartom. És itt az, hogy én azt mondom, hogy ő állandóan barátokat szőtt bele a munkásságába, arról megint külön kéne megemlékezni, mert azok, itt is van egy pár barátja Érmezeinek, akivel ők együtt dolgoztak, de nagyon keveset tudunk arról, hogy mit jelent a művészek barátsága, akik egymással dolgoznak. De az, hogy az Érmezei mindenkivel, akivel együtt dolgozott, a barátságnak valami olyan csodálatos fokára ért el, hogy azt lehet mondani, hogy a barátság megnyilvánulásai nála egy külön művészeti alkotás sorozatot jelentett. Na most, megpróbálok visszamenni a művészettörténész státuszába, de még megelőzőleg tartozom egy meglepetésre rámutatásnak, hogy tudnilik. Ott van a Magyar Nemzetből egy korabeli apró hirdetés oldal, itt ki van nagyítva, hogy félreértés ne legyen. Ezt én felolvasom. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Érmezei Zoltán folyóév 3. hó 11. napján életének 20. évében meghalt. Felejthetetlen halottunktól folyóév 3. hó 15. napján 15 órakor veszünk búcsút. Drága emléke szívünkben él. Na most ez, ugye ez egy projektmű, ez egy akció, ez egy konceptmű. És ez már akkor is, most annál inkább tulajdonképpen arról szól, Érmezei Zoltán hivatalosan jelzi, ezzel a saját haláli híremmel elindította a művészeti munkásságot. Na most azok, akik a 70-es évekkel foglalkoznak, azok tudják, hogy ez egyáltalán nem volt egy önálló, egy egyedülálló dolog, hogy rengetegen voltak, akik mindenfajta öngyilkossági projekteket készítettek, élethalál kérdésekkel foglalkoztak, részben viccesen, részben vérremenően. Itt most engedjék meg, az sem véletlen teljesen, hogy itt van Hajas Tibor kérdése, aki egyébként úgy halt meg, hogy az egész magyar úri közönség arra gondolt, hogy ő egy művészeti akcióként lett öngyilkos. Egy frász lett öngyilkos, autóbalesetben halt meg, de az egész életvitele olyan volt, hogy élet és halál kérdését lebegtette maga is a közönség előtt, és tulajdonképpen, ami egyáltalán nem véletlen, az Érmezei Zoltán és a Hajas Tibor hihetetlen ilyen Walferlandschaftban, tehát választott barátságban dolgoztak együtt. Nem lehet pontosan tudni, hogy melyikünk hatott inkább a másikra, nagy valószínűséggel inkább a Hajas az Érmezeire, de ez egyáltalán nem volt véletlen. Na most, ugye, szóval itt van egy megdöbbentő dolog, valaki 21 néhány éves korában meghirdeti a saját maga halálát és temetését. Ebből az alkalomból előkerült a barátja, Németi Varga József, és vele beszélgettem a napokban, hogy is volt ez. Ugye itt végig konceptuális és mélyárt munkák láthatók, egy csomót a Németi Varga csinált, vagy egymással leveleztek,
És valahogy elképzeltem az egészet, hogy most hogy is van az, hogy van egy szép szál, zseniális fiatalember, szóval bemegy a Magyar Nemzet szerkesztőségébe, mondja, hogy frász, nem mert bemenni ezzel, mert félt, hogy lebukik. Ugye ezért beküldte a Németh Vargát, hogy az adja fel a hirdetés saját maga helyett. Most én elképzeltem az egész jelenetet, rákérdeztem Németh Vargánál, mondom, vald be, ön, bementél, és írtó fájdalmas pofát vágtál, hogy a legjobb barátomnak tart meg, tessék, szíves le. Azt mondja, így volt szó szerint. Tehát ezek megjátszották, és közben gondolom a Zoli az kint állt a New York palota előtt, és akkorákat röhögtek, hogy jól sikerült átverni az egész szerkesztőséget. Abban mondjuk beleborsódzik az ember, hogyha valaki följelenti őket, 75-ben vagy 76-ban, hát ebből még komoly börtön is lehet, hogy egész egyszerűen álhíreket, rémhíreket terjesztünk, és ilyesmi. Na most, ennek a teremnek pontosan annak a jegyében, hogy nulláról indulunk, nulláról érkezünk el, ennek kollégáim, kurátor társaim azt a címet adták ennek a teremnek, hogy a hallgatás évei. Na most én ezzel kissé vitatkozom, de minden esetre ugye maga a terem úgy van megcsinálva, hogy úgymond igazi művek nem is nagyon láthatók, csak ilyen cédulák, meg fotók, meg egyáltalán. De az egész dolgot úgy kell valahogy fölfognunk, akár hallgatás, akár nem hallgatás. Itt előtérbe került egy Heidegger, korabeli Heidegger idézet, amire gyakran hivatkozik a Érmezei Zoltán, amikor ő projektműről beszél, és arról, hogy ennek a kornak, Heidegger után, nem érdemes bármit se csinálni, mert ez egy hanyatló társadalom. Ebből el kell menekülni valahogy. Na most ebből a mondatból, meg ezekből a konceptuális cédulákból, meg gondolatokból lassan összeáll tényleg egy olyan gondolati, szellemi, lelki munka, aminek nagyon kevés materiál és megnyilvánulása van, de ezek állandóan egymásra utalnak, és bennem most már lassanként az a képzet alakul ki, hogy Érmezei Zoltán nem csak egyszerűen egy művész volt, hanem ő egy ideje korán, túl korán meghalt filozófus. Neki hatalmas, ő nem járt egyetemre, ő nem járt képzőművészeti főiskolára, ő sehová se járt, de éjjel-nappal könyvtárba járt, és végig lehet rekonstruálni a könyveit, a könyvtári kérő céduláit, hogy ő végigment a filozófia történeten, a pszichológiai történet, nyelvészet, esztétika, egy kicsit természettudomány, matematika, és olyan hatalmasan művelte magát, ahol végül is a költészet és a filozófia egymást keresztezték. Na most itt van egy cédula például, azt mondja, eszme, élet, eszmélet. Szójáték. De rengeteg szójáték van, itt rend van. Semmi sem szemét. Állandó készenlét. A haladás szabad preferenciája, ego átrendezés. Na most ezt fáradtságos évek munkájával legalábbis én szeretném valahogy rekonstruálni ezt az egész gondolati tevékenységet, mert egy nagyon fantasztikus olvasókönyvet lehetne ebből összeállítani.
És minden ilyen kis vacak cédulának rengeteg mögöttes jelentése van. Azt mondja, felszámol. Egy, módszeresen, véglegesen megszüntet valamit. Kettő, készleteit kiárusítva és függő anyagi ügyeit rendezve megszűnik. Harmadik, felszámít. Na most ez a három mondat a felszámolás. Mit nem az, hogy felszámolás? Ugye felszámolnak egy birtokot, meghalt a tulajdonos, mindennel leszámolok én. Hát ő ezt az egészet az életművére vonatkoztatta, és a művészetére vonatkoztatta. De így millió esetben lehet tovább menni. Megüti a szememet Lár Zsempa. A művészet, nem szeretem a művészetet. Ezt nem ő találta ki, hanem a Benvoitier. A Benvoitier a Fluxus csoporthoz tartozó, most még mindig, hála Istennek, élő olyan 90 éves a nicai iskola alakja. Itt az egész magyar avantgard lázba volt a 70-es években, amikor kiderültek, hogy ő csak ilyen feliratokat írt, és jelszavakat, ő mindent szignált. A Zolira is óriási hatással volt, de persze, hogy azt emelte ki az egészben, hogy utálom a művészetet. Na most, lépjünk tovább, szóval itt most annyit hadd mondjak, hogy itt kim van mondjuk olyan 200-300 cédula, de neki ezren fölül vannak ezek a cédulák, nem jelennek meg sehol. Ezeket szépen össze kéne rakni, mert minden jelent minden. Na most itt érkezünk el az egyik legtitokzatosabb művöz, a mindjárt az elején, és a dolog hihetetlenül bonyolultnak látszik, de tulajdonképpen megint csak arra utal, hogy az érmezei hihetetlen, komplikáltan ugyan, de összetudott rántani mindent a gondolkodásában, és ez itt, amit itt látunk, ez egy kiállítás terve. Azt mondja, terv és megvalósítás. A megvalósítás terve, a terv megvalósítása. Tulajdonképpen tervről nem beszélhetsz, csak megvalósításról. Ez maga a terv, ez maga a projekt, ez maga a folyamat. Ezt nem tervezed, ezt éled. Még egyszer végig gondoljuk, miről van szó. Van egy művész, aki azt mondja, hogy az én életem a művészetem. Ilyen egyszerű az egész. Na igen ám. Csak akkor mit keres itt ez a elég furcsa fotó? És van itt egy másik kis szöveg, azt mondja, hogy kiállítás terv. Ki kötőjel, állítás kötőjel terv. Na most, ezt én nem olvasom föl az egészet, de a kiállítás terv a következő. U alakba fölállítok három fehér lepedőt, és én magam odaállok az U alak közepébe. Én, aki imádom a tisztaságot, hófehér ruhában járok egész életemben, mert a fehér az a tisztaság maga a művészet az maga az idealizmus. Igen ám, de akkor miért ilyen mocskos ez a fotó? Ezt ő elmagyarázza, hogy azért ilyen koszos, mert a festéket mindig beletörlöm, amikor dolgozom. És azt mondja, de én nem vagyok művész. Most akkor mi van?
Ezzel a Zoli feleségével rengeteget vitatkoztam, mert ő azt állítja, hogy nincs igazam. Én azt állítom, hogy az egyetlen logikai megoldása van ennek a műnek, ő nem művész, hanem ő festő és mázoló. Festékkel dolgozik. Tehát most vagy tiszta vagyok, vagy koszos munkaruhában. Ezt nem lehet tovább gondolni, én itt megállok. Ő egy olyan művész, aki nem művész, és festő. Festékkel dolgozik. Erről, ha szabad egyet mondani, erről most én szabadon asszociálok, nekem két nagyon fontos dolog jut az eszembe. Az egyik a művészet világából, a másik a vallás világából való. Mind a kettő könnyen idehozható. Volt egy hihetetlen francia festő, a Balthus, egy szürrealista, valószínűleg sokan ismerik. A Balthusnek bemutatták a festőmennylényét egy galériában tavaly előtt. Az körülbelül olyan, mint egy ilyen vastag bőr lett volna. Egész egyszerűen 50 évig ebbe festett, soha nem pucolta ki, és állandóan beletörölte a kezét, meg a palettát, meg mit tudom, bele a mellénybe. Ez egy kőkemény mellény lett. Most szabadon asszociálok tovább, hogy az Alvar Aalto, aki az én szememben a 20. század egyik legnagyobb építésze volt, finn, ő tervezett egy olyan vázát, amit csak úgy neveznek, hogy Aalto-féle váza, aminek az alaprajza ilyen hullámvonalas váza üvegből. Megkérdezték, hogy hogyan jött létre. Azt mondja, hogy hát ez a finn. Azt mondja, hát engem megihletett az eszkimó asszonyok szoknyája, vagy nadrágja. Miért? Valószínűleg azért, mert az eszkimó asszonyok is olyan nadrágot hordanak, amit, mit tudom én, 10 évenként egyszer mosnak ki. Az jégéfagy olyan, mint a kályhacső. Ugye, és ez megint valami olyan, hogy átlényegül az ember ruhája, a munkaruhája, az életmódja, és átmegy valami művészeti életmódba. A harmadik az pedig van itt a teremben egy pár barátom, akikkel nagyon jól megértjük egymást, akkor, amikor egy átoszi szerzetesről beszélünk, aki hála Istennek lassan kezd népszerű lenni Magyarországon, aki egész életében nem aludt, hanem imádkozott, mármint úgy, hogy 10 percekre elaludt, így googolta, hogy hívják, van egy sámlin, és mondjuk egy nap összejött neki másfél óra, ilyen 10 percet. Na most ő egész életében nem cserélte ki a ruhát. Ez megint egy olyan dolog, hogy én biztos vagyok benne, hogy az a ruha olyan volt, hogy nyugodtan lehetne enni róla, pedig hát a kosztól ilyen vastag lehet. És akkor hogy van ez? Ezt most csak azért mondom, mert hogy mindenen próbálok fantáziálni, nekem annyira belenőtt a szívembe ez az egész életmű, hogy a saját gondolataimat is rá belerakom. Na most kiragadnék még itt egy-két apróságot. Az egyik, hogy itt eredetileg nagyon sok olyan műnek kellett volna lennie, ami Érmezei Zoltán a másokkal, barátaival, mestereivel való együtt működés. De tulajdonképpen nagyon sok erő működött abba az irányba, hogy ez ne jöhessen létre, ez a rekonstrukció. Ezzel kapcsolatban csak azt kell megállapítani, hogy
az életművének igen nagy része, amilyen ommázsokból áll, ommázs Erdély Miklósnak, ommázs Altoriai Sándornak, aztán Power Gyuláról ne is beszéljünk, Rauschenbergről ne is beszéljünk. Ezek a kis fényképek, ezek tulajdonképpen úgy kerültek elő, hogy a két munkatársunk, a Szabó Róbert és felesége Fehér Márti megfogták a hagyatékba maradt negatívokat, ami körülbelül 3-4 ezer negatív lehet, színes, fekete, fehér, és leszkennelték az egészet, és ilyen módon tulajdonképpen olyan művek kerültek elő, amit soha senki se látott. Hát persze Zoli negatív lefényképezték, amit emlékeznek, de utána ezt senki nem láthatta, mert technikailag lehetetlen. Na most itten olyanokat kell észrevenni, mint egy véletlenül, hogy ő azzal szórakozott a kertben, hogy mindenféle tárgyakat itt szép sorba kirakott, és akkor egyszer csak észrevette, hogy megjelent a macska. Tárgyak között, hát persze kell neki kaját adni, az is ott van. Ugye, hogy elkezdek egy konceptuális munkát, és jön a macska, befejezi a művet. Kész, megyünk tovább. Ez egy nagyon obskúrus történet, amely még az előző teremhez tartozik, a úgymond elhallgatáshoz, mert ő bezárkózott egy az Erdély Miklós, műhelye környékén, műterme környékén, és egy héten át csinált úgynevezett pulpitust, egy olvasópultot. Ez tulajdonképpen én erre abszolút nem emlékeztem, van még egy-két szemtanú, aki emlékezett, és leírják, és tulajdonképpen ő végigkísérte Erdély Miklósnak a úgynevezett Marley tézisek, filozófiai tézisek megírását, aki aztán elment Marleyba és felolvasta ezeket a téziseket. Én ott voltam, és ez nagyon-nagyon híressé vált így művészetelmélet filozófiai szempontból, mert az Erdély Miklós azt fejtegeti, mintha ő lenne Wittgenstein, hogy a művészet az nem jelent semmit. A művészet az egy olyan fogalom, hogy most logikára gondoljunk, hogy minden új műalkotás megváltoztatja a fogalmat. Tehát a fogalom állandóan változik. Ez addig feszíti ezt a gondolatot Erdély Miklós, amíg rá nem jön arra, hogy emiatt a művészet fogalma az egy üres fogalom, üres jel. De mi annak az értelme, hogy üres? Azt mondja, az üresség az a szabadság helye. Ott jelenik meg a szabadság. Na most ez megint egy ilyen nagyon nyakatakert, azt is mondhatnám, hogy dadaista, azt is mondhatnám, hogy egy irracionalista filozófia, de annyira beletrafál a 20. második évszázad második felének avantgárd művészet elméletébe, hogy szóval ezt most már az egyetemistáknak is betéve tudniuk kell, és ugyanakkor ez most lassan kiderül, hogy az Érmezei Zoltán ezt az egész agyalást, amit itt a nagy filozófus művész Erdély Miklós csinált, azt ő finoman végigkövette egy installáció megalkotásában. Na most még egy szóra, Erdély Miklós mellett maradva, itt látható az egyik legcsodálatosabb fényképe Érmezei Zoltánnak. Én most itt szándékosan nem beszéltem arról, hogy Érmezei Zoltán nem volt fotóművész, de tulajdonképpen bármilyen normális fiatal jönne és írhatna egy disszertációt arról, hogy Érmezei Zoltán a fotóművész, mert rengeteg fotomunkája volt.
csak nem abban az értelemben, ahogy elképzeljük a fotoművészetet, hogy megjelenik a fotoművész, és félre van csapva a izéje, a sapkája, a cigilóba, üzébe, és akkor elkezd beállítom a fényeket, a reflektorokat, micsoda, ezzel már rég elfelejtettük, de ez egy olyan csodálatos fényárnyékfotó, ami tulajdonképpen párját ritkítja. Ez először ki volt emelve, és a falra volt kirakva, díszes keretbe, és így tovább. Igen ám, de mi ez? Mit? Az annyit lehet tudni, hogy Omás a Erdély Miklós, és még azzal is szórakozhatnék, hogy nem árulom el, hogy mi ez. Én két hétig gondolkoztam rajta, hogy mit ábrázol az egész. Nyilván van egy tányér, én azt hittem, hogy egy szivarcsik, aztán valaki ránézett, azt mondja, hogy te hülye. Hát ez egy kifli, csak ki van vájva a bele. Na most ez megint egy olyan dolog, hogy kinek jut eszébe egy kiflit kivájni és ott hagyni. Meg lehet csinálni. De kinek jut eszébe lefényképezni és csinálni egy művet, egy kivájt kiflit. Hát szóval szerintem ez a zsenialitás határát súrolja. Na most akkor átmegyünk oda, és ott megint észrevesszük ugyanazt a önarcképrajzot, ami ott elő is megvan nagyban. És a megnyitó előtt észrevettem egy furcsa dolgot, hogy jé, ott van egy kis szobor előtte. Ez egy önarckép szobor, Érmezei Zoltánnak, hogy a bánatba került oda. Úgy került oda, hogy a megnyitóra megérkezett Érmezei Lili Zoé, a kislánya, aki hozta a zsebébe a papájának a önarcképét, és szépen oda berakta a vitrin. Ez is egy hibátlan dolog. Na most, itt ez hosszú lenne elmagyarázni a sok kis fotót, meg az összefüggéseket. Tulajdonképpen annyiban maradjunk, hogy ő neki egy kedvelt műfaja volt ilyen asszamblázsokat, vagy kollázsokat, vagy montázsokat csinálni, amiből ott 5-7-9 rekonstruálva van. Ezek tulajdonképpen mind műtervek, meg konceptuális művészet, meg filozófia, és most itt csak egyet hadd emeljek ki belőle, mert rengeteg titok van. Azt mondja, meghatalmazás. Meghatalmazom Érmezei Zoltán, Jáncsik egy tébető, hogy 12-én, valamint a Vörös Hadsereg úti dolgozók fizetését vegye föl. Erdély Miklós. És Erdély Miklós miért hatalmazza meg a Érmezei Zoltánt, hogy vegye fel a dolgozók fizetését, akik a műpában dolgoztak, ami egy ilyen építészeti kisegítő iroda volt, és mozaikot raktak. Jó, akkor az egész bagás fizetését az Érmezei Zolinak kellett fölvenni, egy ilyen ficni ócska papíron, és akkor ide van rakva egy olyan, hogy hívják, egy olyan boríték, ahol szemmel láthatólag az Erdély Miklós elkezdett játszani a Dávid csillagnak a geometriájával, a két egymásba menő egyenlő oldalú háromszöggel, és azt lehet tudni az Erdély Miklósnál, hogy állandóan ilyen topológiai problémákat szedett össze, és azt igyekezett ideológiai meg vallási dolgokkal összekeverni. Éld át önmagad, és így tovább. Na, most akkor megyünk tovább gyorsabb léptekkel, hogy itt nem muszáj észrevennie a Jámbor kiállítás látogatónak, hogy mennyi vita volt a kiállítás rendezés koncepcióját illetően,
de valahol mégiscsak arról van szó, hogy Érmezei Zoltán előre kitalálta, hogy őnála a festészet, az tulajdonképpen a szobrászat kétdimenziós megjelenítése, a szobrászat pedig a kétdimenziós festészet három dimenzióba átrakása. Ezek filozofálások, és most itt tulajdonképpen arról ment a vita végig, ahogy a kiállítást próbáltuk rendezni, hogy a festészet legyen elől, vagy a szobrászat legyen elő. Mert mind a kettő egymást áthatja, és a festészetben csak az teszi komplikáltá a dolgot, hogy visszajön az önarckép probléma, pontosabban a minden festmény szinte arról szól, hogy Rauschenberger János és Érmezei Zoltán egymást festik, egyidejűleg tükrön keresztül. És ennek millió variációja van. Itt például árnyék, mint hogyha árnyékokat konfrontáltak volna egymással, fények és árnyékok, mint valamilyen pálcákkal történő vívás vagy küzdelem, valójában ecsetek is lehetnének. Na most ez a néhány zseniális fotó, ez nem tudom, hogy kiben milyen asszociációkat ébreszt, de engem is majdnem sokkolt, amikor kiderült az, hogy itt ez tulajdonképpen a kőbányai sörgyár pincéje, amit az ember nem is sejti, hogy már nem pince van. Én most megtudtam megint, mert maratoni futóversenyeket rendeznek itt most. Kőbányai sörgyár pincéjében, hadd csinálják, animálják, de akkor ez egy színházi díszlet itt készült, valamilyen egyiptomi díszlet, ahol ugye Érmezei Zoltán fest a falról, hogyha most hallgatók lennének itt, akkor rákérdeznék, hogy ki tud arról, amikor a festő 2-3 méteres ecsettel fest, mert ennek olyan klasszikusai vannak, mint a de Kooning, az egyik legnagyobb amerikai festő, aki mint egy ostor úgy festett, a másik pedig a Matisse a Vanszi kápolnában, ő is ilyen 3 méteres ecsettel festett a falra. Na, tehát ezek csak olyan gondolatok. Na most, akkor itt van egy olyan mű, tehát most akkor kezdünk belekeveredni a egymást festés, a tükörben való festés nagyon komplikált folyamatába, de hogy milyen irányokba tudott ez elmenni, itt két ember akció festést csinál, ahol egymás szemüvegében, foncsorozott napszemüvegében festik egymást. Állítólag ebben én is szerepeltem, de semmire nem emlékszem már. Ebből fényképeken rajta vagyok, és ennek a szemüvegen való festésnek a folytatása, ez ott a sarokban fogja elnyerni méltó büntetését. Szóval minden mindennel összefügg. De előbb nézzünk be ebbe a terembe, ahol megint ilyen furcsa érzésem van, mert ez a 2, 4, 6, 8, 9 festmény, ez tulajdonképpen páriát ritkítja a 20. század második felének magyar művészetében, és tele van forradalmi dolgokkal,
és történetekkel, és ez tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy három ember közös műve, Power Gyula, Érmezei Zoltán és Rauschenberger János. Közülük már csak Rauschenberger János van életben. Na most, de hogyha stimmelne az, hogy három ember festménye, nem igaz, mert ez egy fiktív festőnek az alkotása, Péri Pucinak az alkotása. Na most vagyunk néhányan olyanok, akik ezt a témát már megszületése óta követjük, valamikor a 70-es években, 80-as években le lehet olvasni az évszámot, emlékszem pontosan. Szóval ők hihetetlen hárman, hihetetlen agymunkával kitaláltak egy nem létező festőt. Én kezdettől fogva azt mondtam, hogy ez egy nő. De most újabban kezdik kétségbe vonni, mert a Puci az a Powernak a macskája volt. Tehát Power, Péri Puci, Power Érmezei Rauschenberger, végén egy Y, és Puci. Na most azt mondják, hogy a Puci az nem nő, hanem egy macska. Most ott van a Borsos Lőrinc, valószínűleg többen ismerik, ez egy házaspár, akik ketten alkotnak egy fiktív művész. Most ők is elkezdtek szórakozni azzal, ők még csak 4-5 éve csinálják ezt a fiktív művészt, hogy azt mondja a Borsos, hogy lehet, hogy homoszexuális a Borsos Lőrinc. Szóval onnan szedte, nyilván azért, mert állítólag a divat, mindegy, szóval itt a gender is belekerül ezekbe a művekbe. Hát nem akarom a végletekig ragozni, csak ők levonultak a Drávapartra, ami akkor határsáv volt, és ott plener festményeket csináltak, tehát a szabadban festettek, ugyanúgy, ahogy a 19. században, Barbizonban, vagy Münchenben, vagy akárhol. Van egy-két felvétel, meg még videó is van arról, hogy ők hogy működtek. Ilyen fonalhálóval bekockázták a látványt, átrakták, és így tovább. És ami nekem külön kémámor az egészben, fölfedeztem azt, hogy tulajdonképpen olyan idézőjelben, olyan primitíven van megfestve a festmény, ha közelebbről megnézzük, hogy tulajdonképpen bárkit játszva meg lehetne tanítani pár óra alatt, hogy ilyen képeket csináljon. Tudnélek, a trükk abból áll, hogy itt bármelyik részletet kiszedhetjük, ecsetet belerakja az ember a festékbe, és elkezd ilyen vonalakat húzogatni, röviden, hosszabbakat. Azt mondja, most te jössz, akkor ő meghúzza itt. Utána jön egy következő, akkor most ilyeneket csinálok. Akkor én ilyeneket csinálok, akkor ilyeneket csinálok, és az egész összeáll egy olyan remek szabadtéri festészetté, amit ugye 3-4 méterről már levegőtávlat, színtávlat, mindene megvan. Na már most, szóval nagyjából ennyi, de amikor ezt a kiállítást bemutatták Pécsett, akkor ott hihetetlen események történtek, mert egy színházszerűen adták elő a kiállítás megnyitót, és ez már beleillett a Power Gyula úgynevezett pseudo-színház koncepciójába, ahol minden az égvilágon ugyanolyan volt, mint az igazi színházban, csak ő azt mondta, hogy nem igazi színház, hanem pseudo. Ez csak olyan, mintha igazi lenne a színház. Az emberek ott vannak, a színészek, azok nem igazán színészek, azok csak úgy csinálnak, mint a színészek lenne.
És tulajdonképpen, hát ez megint egy másik történet. Na most akkor errefelé megyünk tovább, és szóval itt már, igen, hát ugye bejelentem, hogy abszolút időben 3 perccel túlléptem a tárlatvezetést. Igaz, hogy 10 perccel később kezdtem, de tulajdonképpen bárki nyugodtan elmehet, hogyha úgy gondolja, mert most már a felénél túl vagyunk, begyorsítok, de hát még nem vagyok kész. Na most ez a mű annak ellenére, hogy a legnagyobb része rekonstrukció, ennek ellenére egy főmű, ez tulajdonképpen Érmezei Zoltán és Rauschenberger közös alkotása, egy festészeti akció, amely installációban jelentkezik, és mondjuk elég talán annyit, ezt végig lehet böngészni, hogyha valaki veszi a fáradtságot, hogy rekonstruálni tudja róla, hogy a két ember hogyan festette ezt a képet. Tudnélik, nem is olyan egyszerű, én a magam részéről mindig belezavarodok, hogy hol kezdődött a festés. Mert az nyilvánvaló, hogy van egy tükör, és ez a Érmezei Zoltán, és ő a tükörben lefesti a vele szemben itt ülő Rauschenbergert, de hogy most mi honnan tükröződik, azt találják ki maguk, mert én nem tudom aggyal fölfogni. Ugye itt megismétlődik a történet, és tulajdonképpen két emberről van szó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 változatban jelennek meg, és ezek egymást tükrözik. Na most ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy akár tetszik, akár nem sokaknak, én ezt a termet a kiállítás fordulópontjának tartom, és még akkor is, hogyha ez egy gicses dolog, ennek olyan hihetetlen mélységei vannak, hogy egész egyszerűen kénytelenek lesznek elhinni. Na most, ennek a története a következő. A Érmezei Zoltán tervezett egy tükörkabinetet, pontosan egy tükördobozt, ami, szóval én nem sokat magyarázok, tessék idejönni és benézni, és elég hülye érzés a dolog, mert hát az ember tetszés szerint látja magát 30 példányba, 20-ba, 5-be, és ezt rengetegen utálták ezt a művet. Én még olyat is hozzátettem, hát szóval neked van ehhez hozzászólásod, mert egy időben volt a Söffer Miklós műcsarnoki kiállításával, aki ugye egyszerűen imádta tükörpiramisokat, tükörlabirintusokat, mit tudom én, micsoda, nekem ez már a könyökömön jött ki már akkor is. Na most. Ugye az utolsó pillanatban bekerült az a szemüveg, amiről beszéltem, az a Zolinak a szemüvege. Tehát az is egy tükörhelyzet. Na már most elkezdődött az agyalás, hogy jó ez a tükörterem. Akárki, akit megkérdeztem, nekem egyre jobban tetszett. Mindenki azt mondja, túl didaktikus. Ez ilyen valami gicses. Nem jó. Nem jó, mert itt mindenki összezavarodik, nem tiszta. És itt tovább, nekem egyre jobban tetszett a dolog.
Na most jött a következő ügy, hogy jó van, ezt én találtam ki többek között, hogy az egészet meg kell fedni tükörrel, mert akkor még izgalmasabb, hát ha összekeveredik, akkor összekeveredik. Kezdtem ezt az egész termet, én egy tükör zuhanynak és tükörfürdőnek nevezni. Hát jó, hát tisztuljanak meg az emberek, menjenek tovább, ott jönnek a többi tükördolgok. Igen, ez most megint az én formám, hogy nekem közben Mátis Rita, kiváló festőművésznőnek a doktori disszertációját kellett opponensét, te ismered talán, nem a Ritát, csinálni, akinek az a témája, hogy hogyan, miért festi önmagát aktban a festőnő. Ez a téma. Na most hát ezre elég nehéz válaszolni, pláne az ő nevében. Mondjuk addig-addig olvastam, amíg észreveszem, azt mondja, hogy saját magát idézi a Tükörfürdő című folyóiratból. De micsoda? Tükörfürdő. Most eltelt egy fél óra, míg rájöttem, hogy ez egy freudi dolog, mert török fürdő, van egy török fürdő című folyóirat, és ő önkéntelenül tükörfürdőt írt. Na most oké, erre megint a saját magam igazolását láttam, belemegy az ember a tükörfürdőbe, előre megmondtam. Igen ám, de még itt van valami, hogy ugye azt is észre lehet venni egy idő után, hogy ez igazi tükör, üvegből van, ezek is igaziak, az is, de a többi az fólia. Na most a fóliával kapcsolatban megint kitört az őrület itt a házba, hogy egyrészt ronda a fólia. Nem lehet megcsinálni rendesen. Ettől függetlenül megvették, mondja, mennyibe kerül? Szóval 800 ezer forint. Ne őrülj meg, hát nem lehet 800 ezer forint egy hülye műanyag tükör. Hát aztán kiderült, hogy tévedtek, mert csak 200 ezer forint volt. Mindenesetre föl van nyomva a falra. Na most, akár hiszik, akár nem, én most jöttem rá arra, amin 30 éve gondolkozom, ugye Szent Pál korintosziakhoz írt levelében azt mondja, most még csak tükör által homályosan látunk, de aztán majd szemtől szembe látjuk az Urat. Tessék? Színről színre. Na jó, hát ezen megint egy órát lehetne vitatkozni, hogy színről színre. Az mit jelent? Mert ez magyarul van, hogy színről szín, és nyilván nem színről van szó, ez a direktséget is jelenti, de mindegy. És akkor megvilágosodtam, mert én mindig azon gondolkoztam, hogy a tükör az kristály tiszta. Hát mit beszélünk homályos? Hát itt van, tessék, homályos tükör. Most még. És akkor nagyon szépen megkértem, hogy akkor legyen az a felirat, ez a egyébként mindenkinek a könyökén jön ki ez a Szent Pál idézet, de aztán azt mondták az ellenerők, hogy nem lehet. Nem jön. Ez a jó. Na, akkor ezeket akartam elmondani a tükörrel kapcsolatban, és itten most már lehet gyorsabban is menni, amennyiben. Szóval tulajdonképpen a kiállítás végéig, hol ez a tükör, egymás tükrözés megy tovább, hol az egész aztán átcsap a három dimenzióba, a domborművekbe és a szobrokba. Na mostan ez megint, ha hallgatók lennének itt, akkor durván rákérdeznék, hogy ez milyen ábrázolási technika. Általában nem szokták tudni, pedig ezt anamorfózisnak hívják, ahol a perspektívikus torzulás ki van játszva, és tulajdonképpen össze van keverve a tükör. Öntükröztetéssel,
Most még azon is kéne gondolkozni, hogy ezek a fehérek miért vannak benne. Én azt hiszem azért, mert tükör ez fotó után készült, és belevakusztak a tükörbe. Na most, itt rengeteg szójáték van közben, rengeteg ilyen ábrázolási csoda, általában mindig két ember egymást festi. És akkor itt elkezdődik azt lehet mondani, egy másik világ. Itt ahány dombormű vagy mű ki van állítva, itt mindegyiknek nagyon fontos technikai és elméleti háttere van, hogy más nem mondjak. Itt van egy kettős portré, Érmezei és a saját felesége. Tulajdonképpen egy gipsz levonatot kifordítva, és ebből kiderül az, hogy tulajdonképpen itt megkapja az ember a Power Gyula munkásságának az egész elméleti alapját, amennyiben ezek a pseudo-felületek, másot is lehet látni, gyűrt felületek, ezek azt szerint látszanak háromdimenziósnak, hogy honnan jön a fény. Egyik oldalról jön a fény, negatívnak látjuk a formát, a másik oldalon pozitív. Egyébként a Gombrich nevű zseniális szerző, ez művészetpszichológiából a 60-as években megjelent könyvben megmutatja. Na most, ahogy az önarcképek folytatódnak, tulajdonképpen itt elkezdi az ember izgatni az, hogy ugye itt minden önarckép, vagy az övé, vagy a Rauschenbergeré, vagy egymásé, de hogyan lehet ezt megcsinálni? És akkor jövünk rá lassan, hogy ezek olyan önszobrok, amik gondoljanak bele, hogy hány olyan szobrász van a művészettörténetben, aki képes volt arra, amit a Érmezei Zoli, hogy saját magáról csinált öntvényt. Mert ezek saját magamról csinált öntvények. Na most, ugye itt van az a két ez a kis önarckép szobor, amit ott mutattam a vitrínbe, kettő is van belőle. Ennek az önkép készítésnek, ahol ugye fölmerül még egy olyan szó is, hogy a képzett síkmásai. A képzett síkmásai. Ennek a technikája az, hogy az ember belefekszik a homokba, így arccal bele, és én először arra lettem figyelmes, hogy elfordította így a fejét egyszer-kétszer, és rájöttem arra, hogy ez egy olyan, mint a bemozdított fotó. Bemozdult szobor. De akkor ők már kitalálták, hogy ezt dagályó plasztikának kell nevezni, tehát ő is gondolt a fotóra ugyanakkor, és csak most nekem az arcomban még mindig itt van ez a dolog, én nem akarok belefekülni homokba, mert ember köpni, nyelni nem tud, mert a szájára belemenni minden. Ennek ellenére ez egy alaptalálmány a Érmezei Schausenberg munkásságában. Úgyhogy akkor, amikor elhangzottak két évvel ezelőtt olyan hangok, hogy miért kell pont ezt a művét bemutatni, mert X vagy Y azt akar, hogy csak európai rangú kiállítások legyenek. Hát mondom, ide. Az, hogy valaki föltalál egy új önarckép készítési szobrot, az most nem lehet Európában villogni vele. Érmezei Zoltán egyedül találta ki az egész művészetet,
fiat, én mondtam, hogy néged legyen. Na most akkor itt ugye jönnek a Jánusz fejek, meg ilyesmik. Ugye azt is meg kell említeni, hogy ő nagyon, nagyon alaposan benézte magát a többek között a korai pszichológiai kutatásokba, ugye ez a Messerschmitt nevű pozsonyi osztrák szobrász, aki grimaszokat csinált. Ezek a vizsgálatok alkalva öntve múltak a korai pszichológiai vizsgálatokkal, Sarkó kutatásaival, hogy a fiziognómia változása, a grimaszok hogyan képzik a karikatúrát, az arckifejezést. Ez a színészeknél éppen úgy fontos, mint a Arnulf Rainer fél életművel. Erről szól, hogy grimaszokat vág és átfesti. Na most, ahogy itten megyünk tovább, találkozunk a úgynevezett lepel szobrokkal. Ezek itt lepel szobrok, és ugye fölmerül a kérdés, hogy miért lepel szobrok. Hát azért, mert a készítés közben, gondoltam én, rárak egy nedves leplet az arcára, és arról csinálja a nyomatot. De éppen, hogy nem, mert ebben is egy ebben is egy technikai újítás rejlik, ezt Rauschenbergertől tudtam meg, hogy ezek nem kendők, hanem agyagtáblák, vékony agyagtáblák, amiket ráraktak az arcukra, és úgy készült a lenyűgözőre az agyag. És azt öntötték ki. Na most ennek természetesen hatásszal az anyagnak az állaga, mert ekkorát még lehet csinálni, de háromszor méteres lepét, az már kicsit nehéz. Na most ugye lassan átérünk a egyre drámaibb és lényegesebb területekhez. Ugye ezt az együttest már eleve Passiónak nevezték el. Tehát ez egyfajta utalás Jézus Krisztus szenvedéseire. Addig mindig a szobrász saját testéről is szó van, és a saját testéről. Na most átmegyünk a következő termekbe. És tulajdonképpen, szóval egyre inkább magától áll össze ez az egész képi szoborbirodalom és annak az elmélete, mert aztán találtunk a Zoltán hagyatékában egy olyan szöveget is, ahol ő azt mondja, hogy én most már abba hagynám ezeket a másolat készítést meg ilyen, és most elkezdeném azt imitálni, amit az Isten csinált akkor, amikor az ember teremtette. És akkor már, mint hogy anyagból megformálja. Itt látjuk ugye, hogy agyag, homok, öntőforma, és akkor jönnek ezek a bibliai képletek, hogy lelket lehelt bele, meg megformálta, jó, mint a szobrász. Hamu vagy, és hol is hamu vagy, szóval
hamu vagy és hamu lett belőled, földből vétettél, oda térsz vissza. Ez az egész gondolatsor, ez itt vibrál egyszerre, és tulajdonképpen akkor megy egy emelettel magasabbra, amikor megszületnek ezek az életnagyságú korpuszok, ahol ő tulajdonképpen saját magát a szenvedő Krisztus formájában jeleníti meg. Most ebben minden hiteles, a leghitelesebb a szenvedés, amit ő... Igen. Akkor ebből, hogy én eddig nem a mikrofonba beszéltem, az következik, hogy amit eddig mondtam mellé, az nem is fontos. Mert most jön a fontos, amit mondani szeretnék. Tehát először is ezeken a fotókon, életnagyságú fotókon lehet látni, hogy hogyan készültek az életnagyságú korpuszok. Az egyik döbbenetes dolog, amire én céloztam, és itten szeretem a közönséget megkérdezni, hogy legyen szíves ott a jobb oldalinál, aki az domborúnak látja azt a formát, tegye fel a kezét. 1, 2, 3, 4, 5, én is annak látom. És aki negatívnak látja, tegye fel a kezét, akkor olyan is van. Akkor vannak olyanok, akik se pozitívnak, se negatívnak nem látják, de a lényeg az, hogy ez tényleg szoktatás kérdése, és hogyha én úgy gondolom, hogy körülbelül innen jön a fény, akkor domborúnak látom, ha onnan jön, akkor homorúnak. Na most, a következő a dolog, hogy itt tulajdonképpen egy rekonstrukciója folyik a szobrok készítésének, de ez nem az életnagyságú, hanem különféle részletek, domborművek, és az egészben az a döbbenetes, hogy ez igazság szerint, egy kicsit alátúrnánk, ez fekete. Az egész föld fekete, a homok fekete, ezt én itt a Ludwigóban tudtam meg, hogy az öntő homok, a szobrász számára az nem ilyen színű, mint ez, hanem korom fekete, mint ahogy ott is látszik. Na jó, igen, de itt volt feketén az egész, oldalról lehet látni egyébként. És akkor többünknek nagyon rossz érzése volt ez a fekete dolog, itt benne mindenféle ilyen agyag színű dologgal, tehát kitaláltuk, hogy az egésznek a tetejére mégis igazi homokot kell tenni, mert az úgy színben normálisabb. Na most itt még nagyon sok mindent kell tudni, leginkább azt, hogy akkor, amikor a korpuszokat akció szerint a Budapest galériában bemutatta Irmezei Rauschenberger és még jó néhány segítő, akkor az egy kettős kiállítás volt. Az egyik kiállítás az volt a korpuszok, és az Óbudai Galéria pincéjében, a másik pedig a feltárás. Most ez a feltárás részből való, ami megint egy, tulajdonképpen azt mondanám, hogy egy filozófiai gondolat, mert a feltárás az egyrészt jelent régészeti feltárás, szóval hogy a földből szedik elő a leleteket, a másik pedig, ahogy azt életben meg is mutatták, hogy maga a test, az élő test fekszik a homokba, és fölül, és föltárja magát, azaz, ahogy Jézus Krisztus a harmadik napon föltámadott, és ott hagyta a sírt. Tehát a feltárás, az feltámadást is jelent, és szerintem ez így van rendben. Na most, tulajdonképpen most már csak
Most már csak itt a csúcspontra kéne rámutatni, hogy ezekből az úgynevezett korpuszokból van összesen talán 9 darab, én soha nem tudom pontosan megszámolni, hát itt van azt mondja, hogy 3, 4, 5, 6, az kettős korpusz, akkor legyen 7, valami nincs itt, de amivel én a legjobban meg voltam akadva, az ugye egyrészt teljesen egyértelmű, hogy Jézus Krisztus szenvedéséről és haláláról van szó, de mindegyiknek más a címe, ez a Jézus utolsó szavai című történet, bevégeztetett. Aztán, Uram, miért hagytál el engem? Éli, éli, lamma szabaktáni. Erre mondják a zsidók, hogy ez illést hívja. Más szóval, Éloi, Éloi, lamma szabaktáni. Miért nincs ez összehangolva? És akkor kiderült, tehát ezt megint elárulta Rauschenberger Zoltán, ő úgy csinált meg 4 korpuszt, hogy a 4 evangélista megfogalmazásának megfelelően utána lehet nézni Máté, Márk, Lukács, János, és mindegyik ugyanazokat a mondatokat máshogy fejezi ki. Hiszem a Handel itt erről, vagy a Haydn oratóriumot, a utolsó szavaiból. És szóval minden a helyére került, és szóval még ugye ezen sokat lehetne gondolkozni, hát én gondolkoztam éppen eleget, hogy ugye itt ez a Golgota, ugye Jézus is a 2 lator. Na most akkor hogy van az, hogy a Zoli teste alkotja Jézust, de a jobb latort is, meg a bal latort is. Ugye a jobb lator az megtért, és Jézus azt mondta neki ott a kereszten, hogy még ma velem leszel a paradicsomba, a bal nem. Na most melyik? És most direkt megnézem, hogy ide mi van írva, mert a kiállítás rendezés során elindult egy játék, ugye valaki kiírta, hogy ballator, jobblator. Erre én jövök, és azt mondom, hogy nem, hát ő a jobblator, azért mert balra van, attól még Jézustól jobbra. Kijavítottam, 10 perc múlva megint visszacsinálták. Úgyhogy vannak ilyen titkos erők ebbe a házba, akik valahogy nem tudnak beletörődni, hogy a Bibliának igaza. Ugye, na most, szóval én akkor itten hadd ne ragozzam tovább a történetet, hanem annyit hadd mondjak még, hogy fölforgató erejű, megrázó videókat lehet ott látni, egy olyan legalább 1 órás anyag van. Aztán tulajdonképpen ebből a teremből nagyon sok minden hiányzik még. Megmaradt egy életnagyságú korpusz, ami fotón, de ami már valóságban nem létezik. És a különféle munkafázisoknál is nagyon, nagyon, nagyon különleges dolgok lennének látható. De én ettől függetlenül itt most befejezem, és köszönöm, hogy türelmesen végighallgattak, és hát ami még belefér az időbe, bárkinek, akár 4 szem közt, akár kollektíven, nagyon szívesen próbálok válaszolni. Úgyhogy ennyi, és köszönöm szépen.